Sziasztok! A korábbi daráló live-okból láthattátok, hogy van egy pálya, ami pisilés szimulátornak van elnevezve. Ez egy egyparancsos szerkezet, illetve egy készülő egyparancsos szerkezet. Hát már egy ideje ott van egyébként, több hete így áll. Nem hiszem, hogy lesz belőle valami, nem is tudom, valahogy úgy elfogyott a lelkesedés. Na mindegy, úgy döntöttem, hogy megmutatom, hogy meddig jutottam el ezzel. Egyébként arról van szó, mint amit a neve is sejtett, hogy hát, hogy pisilni lehet vele Minecraftban. Én ezt próbáltam minél élethűbben megcsinálni, tehát a resource packet is egy kicsit megmozgattam. A működési elve az, hogy az XP-s, azt hiszem az XP-s potion dobálgatjuk, csak az úgy van megcsinálva, mintha nem potionöket dobálnánk, hanem pisilnénk. Na mutatom, szóval itt van ez a Battle of Enchanting, ez ugye XP Potion. Most teljesen le van véve a textúra, amit látjátok. Hát nyilván ide kerülne valami más. Na most ezt így kézbe veszem, akkor így most nem látszik. Ez kívülről látványosabb. Hát, hogy igen. Ott van a kicsike. Ez ugye egy saját modell, amit úgy pozícionáltam, hogy hát pontot legyen. És akkor ugye a használat az úgy működik, hogy nyomva tartom a használ gombot. És akkor így... Hopp, most így jobban látszik. Igen, nem tökéletes. Azokat a kék villanó effekteket kéne még valahogy eltüntetni, meg mondjuk a buborékok, talán ha sárgák lennének. Tervem volt az is, hogy azért van valami értelme ennek a pisilésnek. Például az egyik, hogy a gyapjút azt megszínezi, igen. Sárga lesz tőle, ha rápisilek. Igen, ez egy komoly feladat volt, hogy amikor a játékos eldob valamit, akkor az a fejéből jön ki. Hát ez pisilésnél nem néz ki valami jól, úgyhogy próbáltam valahogy lejjebb tolni. Ez teleport parancsal, és akkor most azért lejjebb jön ki, de azért nem tökéletes. Meg ezért van az, hogy nem repül messzire, csak ilyen keveset repül. Szóval igazából lenne még rajta mit alakítani, hogy jobb legyen, élethűbb legyen, de szerintem ezt a projektet hagyom így, ahogy van. Mindenkinek jobb lesz, ha ezt nem osztom meg. Sziasztok! Aki egy kicsit figyelmesebben követ, az tudja, hogy nekem van egy ilyen félrerakott egyparancsos szerkezetem, csak úgy saját használatra. Ebben game rule-ok vannak meg, hát egyéb alapbeállítások, amit minden kalandpályán lefuttatnék. Csak hát ahelyett, hogy én mindig ezeket lefuttatnám, fogom, bemásolom ezt, és megcsinálj helyettem. Tehát ugye sokkal gyorsabb. Régen ezt egyébként úgy csináltam, hogy volt egy félrerakott pályám, és mindig azt másolgattam, de sokkal egyszerűbb egy parancsot csinálni, mert ezt egyszerű frissíteni. Ugye a játék az folyamatosan változik, jönnek új game rule-ok, és ahelyett, hogy csinálnék egy új félrerakott pályát, csak hozzáírok még egy sort ehhez a parancshoz. Meg egyébként, ha szerkezetet csinálok, akkor is ezt használom. Szóval elég gyakran. És hát, ha jól emlékszem, ígértem, hogy ezt meg fogom osztani. Nem most volt, el is jött az ideje, úgyhogy most meg fogom osztani. És megragadom az alkalmat, hogy megmutassam, hogy hogyan érdemes elkezdeni egy kalandpályát. Ugye Create New World. Klik. Ide beírod a nevet, ha még nincs neve, akkor hagyod, vagy valahogy megjelöd, azért ne hagyjátok szerintem New World-en. Nem legyen valami, amiről tudjátok azonosítani. Később át lehet nevezni, sőt, nevezzétek át később, hogyha van neve. Az a helyzet, hogy szörnyen igénytelen, amikor ilyen vagy ilyen alapneve van, vagy semmi köze a pályához, csak ott épp akkor eszetekbe jutott valami, nem tudom, kalandpálya, és aztán úgy látna a pályát, szóval nem szép, de szerintem nem kell magyarázni. Úgyhogy ezt most át is nevezem. Hát egy nem létező pályának, mit tudom én, ez az a zsebkendő. Természetesen egy kreatívba szoktunk építeni, úgyhogy kreatívra állítom, More World Options, így az alapépítmények nem kellnek, úgyhogy ezt reflexből kikapcsoljuk, parancsok kellenek, bónuszláda sem kell, aztán World Type. 1.11-ben, illetve biztos volt már 1.10-ben is, fú, hát őszintén szóval nem tudom, mikor került be a játékba, lehet, hogy még korábban. Van egy olyan világtípus, ami majdnem teljesen üres, csak egy kis platform van ott. Ez a superfletek között van, tehát a superflet állítjátok, customize, előjönnek ugye a rétegek, ebből fog állni, presets, és itt a lista legalján van egy olyan, hogy the void.
ezt kell kiválasztani, Use Preset. Itt mutatja, hogy hát csak levegő van itt, valójában lesz egy platform azért. Lesz kiinduló pont, Done. Jó, és igazából ennyi, Create New World. És itt is vagyunk. Ez az egy kis kő platform van itt, ezen kívül teljesen üres a világ. Ez tökéletes kalandpálya építésre, vagy szerkezet építésre. Láttátok, videókban is ezt szoktam használni. Csak lecserélem a padlót. Na és ugye ilyenkor jön az, hogy lefuttatom azt az egy parancsot, illetve először is adok magamnak egy command blokkot, így, és ebbe belemásolom. Így néz ki a parancs, természetesen a leírásban ott van a linkje. Na nézzük meg közelebbről, hogy mikből áll, de igazából már elmagyaráztam, hogy működik egy ilyen egyparancsos. Most meg is fog jelenni majd a videó ajánló, ami oda visz titeket. Csináltam korábban egy videót arról, hogy én hogyan csinálok egy parancsost, illetve hogy hogyan lehet egy parancsost csinálni, hogyha nem akartok így gépelni, ugyanis vannak rá generátorok. Na, röviden tömören annyi a lényeg, hogy ezek olyan bányakocsik, itt van Minecart, ezek olyan bányakocsik, amiken command block van. Ez az ő azonosítójuk, ugye a command block Minecart. És az a lényeg, hogy ezek egymáson lovagolnak, és mindegyikben van egy parancs. Ráesnek egy sínre, egy activator rayre, itt látjátok, és aktiválják a bennük lévő parancsot. Ez ugye úgy kezdődik, hogy először is van egy kőblokk, itt látjátok a legelején, ez egy falling block, most már 1.10-től, ha jól emlékszem, nem falling sand van, hanem falling block, sokkal értelmesebb elnevezés, de lehet, hogy 1.9-től, mindegy, tök mindegy, 1.11-ben vagyunk, abban így van. Aztán ezen van egy redstone block, ez ugye a passengers tagben van benne, ezen pedig van egy activator rail, a sín, ami aktiválja a bányakocsikat. Ezek ugye egymásra esnek, és rájuk esnek a bányakocsik, amikor lefuttatják a bennük lévő parancsot. És akkor ugye innentől jönnek a parancsok. Ez például a command block outputot állítja false-ra. Ugye ez az, hogy ne írjanak a chatre a command blockok. Aztán do day light cycle, ez hogy ne váltakozzanak a nappalok, ezt is kikapcsolja, false-ra állítja. És így tovább, nem fog végigmenni az összes parancson, meg tudjátok nézni, át tudjátok írni, hogyha ti máshogy szoktátok. Én ezt így szoktam. Az egyik game rule-ra azért még fölhívnám a figyelmet, mert ez még viszonylag friss. A do weather cycle, ez is valami 1.10-1.11-ben jött be. Ez az, hogy ne váltakozzon az időjárás. Tehát nem kell kikapcsolgatni az esőt. Ha ezt a game rule-t false-ra állítjátok, akkor nem fog esni az eső. Például ilyen is van benne. Vagy itt van a spawn radius, szerintem ezt se sokan ismerik. Hogyha multiban indítjátok el a pályát, akkor ugye a spawn point körül, nem is tudom mennyi az alap, 20-valamennyi blokkra emlékszem, tehát a spawn körül 20-valahanyas sugarú körben születtek meg, viszont ha a spawn radius 0-ra állítjátok, akkor mindig pont azon a ponton. Ez a kalandpályán tök jó, mert nem kell olyan játékos gyűjtőt csinálni. Beállítja az időt 6000-re, ez ugye pont dél, az időjárást is tisztára, és hát van egy üzenet a végén, hogyha sikerült mindent beállítani. Ezzel tulajdonképpen tesztelni lehet, hogy lefutott-e a parancs. És a végén az alsó három parancs valójában arról szól, hogy kitörölje ezt a szerkezetet. De ezt most másolom, ide beillesztem, ezt átállítom Always Active-re, Done, és le is futott, mindent beállított. Tudjuk is ellenőrizni per game rule, mondjuk nézzük meg a Keep Inventory-t, azt ugye beszoktuk kapcsolni egy kalandpályán. Ha ezt így lefuttatom, akkor kiírja, hogy mennyi az értéke, True. Vagy volt az a Do Weather Cycle, ez is ugye false, most ki van kapcsolva, úgyhogy ilyen szép napos marad az idő. És hát igazából ennyi. Tulajdonképpen csak amiatt az egy parancs miatt született ez a videó, de gondoltam megragadom az alkalmat, hogy megmutassam, hogy ilyen üres világot hogyan lehet létrehozni Minecraftban. Szerencsére már nem kell trükközni MC Edit-tel, vagy nagy netről letölteni üres pályát, aki nem ért MC Edit-hez. Innentől kezdve ugye van egy megtervezett pályátok, aminek van története, vannak feladatok, hát elkezditek megépíteni a terepet, stb. Azon most nem megyünk végig, csak az indulást mutattam meg. Én ezt folyamatosan frissítem, hogy jönnek ki a Minecraft verziók, ugye az újabb game rule-ok. Már néztem is, hogy a következő snapshotban is van olyan game-ről, amit tuti be fogok venni. Ja igen, a craftolást is lehet korlátozni. Meg lehet szabni azt, hogy ne tudjon bármit craftolni a játékos. Ez például a kalandpályán szerintem tök jó, ez tuti be lesz kapcsolva. Majd ennek a videónak a leírásában fogom ezeket a parancsokat is megosztani. Közben gyorsan megnéztem, ennek a parancsnak megvan az 1.10-es változata is, ott még Falling Sand van, úgyhogy azt is bemásolom.
hát ha valaki 1.10-re épít, bár igazából semmi értelme, ha itt az 1.11, akkor miért ne azt használnánk. De hát hogyha már nálam van, és a következő verzióknak így a frissített parancsait is majd alá szépen sorban meg fogom osztani. Szóval használjátok egészséggel, a kézükön jól jön.